Jön a délutáni hatodik mérkőzésünk, Thibaut Tricol és Karel Sedlacek részvételével. Hát nem kérdés, hogy itt legalábbis a PDC színpadán melyikük a rutinosabb, hiszen mindösszesen a francia Tricolnak ez a második European Tour fordulója, és a Grácia állomáson Nerbachertől kikapott már az első körben, ami pedig Sedlaceket illeti, hát ő mindössze hármat hagyott ki az idei kilencből, tehát hat alkalommal ott volt, és van két negyed döntője is. Hát tulajdonképpen itt a kelet-közép-európai selejtezőket majdnem kisajátítja magának egész évben. Ugye Bieleckinek volt, amit átengedett, de egyébként meg tényleg szinte mindegyiket megnyeri. Borzasztóan nehéz ellenfél, már a nagyoknak is egyébként, tehát már az elitet is szorongatja. Tricol eleme egyértelmű esélyes. Persze, egyértelműen. Hát annyira egyértelműen, hogy 1,57 Karel Sedlacek otca, és 2,37 Thibaut Tricolé. Ők már találkoztak egyszer egymás ellen, 2021-ben egy Challenge Touron, méghozzá a második fordulón, a negyed döntőkben, és hogy Karel Sedlacek győzött 5-2 arányban. Úgyhogy van mit a francia úriembernek visszavágni. Ha jobban kezd, mint Sedlacek, cseh 30-al, Tricol 125-tel. És hát azért tegyük hozzá, hogy Tricol sem egy nyeretlen két éves, hiszen azért Lakeside-ban neki volt már világbajnoki döntője is. Bizony, bizony. Méghozzá az idén. 125! Egy-két olyan versenyző felszokott bukkanni European Touron, akik még mindig csinálják ezt az online live league-et, azaz a hát tulajdonképpen a házi versenyt, amikor az interneten játszanak egymás ellen. Igen. Tricol ezt a vonulatot képviseli, nyáron sok ilyen mérkőzése volt, úgyhogy részes ennek a mezőnek. Egy gyakorlásnak biztos jó. Persze. Ugye, akkor érte fénykorát ez a fajta verseny forma, amikor több volt a Covid. Igen. Ilyen home tourok is voltak. De akkor nem volt más opció, itt azért most már vannak, de megmaradt ez a lehetőség, hogy itt is játszhatnak egymás ellen, és azért többen élnek ezzel a lehetőséggel. Végül is az ember úgyis otthon van és gyakorolna, így legalább szervezett keretek között bekapcsolnak valakit mellé webcamen, és akkor némi társalgás is lehet közben. Megvan a tripla, megvan a 20 és a dupla 16, éppen csak mellé. Lejjebb egy kicsit, na még egy kicsit. Mégis folyamatosan lejjebb jött, de nem találta el a duplát. Sedlaceknek is az első kívül, másik nagyon belül, dupla 8. Az viszont megvan, 1-0. Ahhoz képest, hogy milyen álmosan kezdte, csak elhozta az első leget Karel Sedlacek. Hagyott mondjuk erre lehetőséget Tricol, aki bőven kezdése után 7 körből nem tudta megoldani ezt a leget. 140 a kezdés Sedlaceknek első pályáról. Itteni győztesünk majd Ryan Sirt kapja holnap. Ez is egy érdekes mérkőzés lesz. Sedlacek nem volt itt tavaly. Tényleg tavaly nem volt itt. Adam Gavlas nyerte akkor a kelet-közép-európai selejtezőt, úgyhogy erre a versenyre most érkezett először Budapestre, de hát azért ő szokott Magyarországon. Ő volt már egy párszor Budapesten, igen. Rendszeres látogatója volt a Hungarian Open Weekendnek. Ami a Magyar Rádszövetségnek a nemzetközi versenye. Karel requires 76.
És akkor a dupla 20-ra vissza. Még le is tolta a drótot. Jó, itt vágyan. Legalább nagy pereceket lehet vásárolni. Igen. Kár érte. Bizony, nagyon szépen kezdte a 128-ra. 70. Na, még egyet. Az viszont benne van. 2-0. Ezért ezt most 17 nyílból oldja meg Sedlacek. Egy fokkal erősebb leg volt ez, mint az előző. Tavalyit egyébként szerintem azt nem mondtuk, az Gervin Price nyerte meg, tehát ő a címvédő. A legjobb négy között rajta kívül még Michael Smith, Luke Humphries és José de Souza volt. Mindenki itt van. Egyébként Luke Humphries, ugye azt már beszéltünk róla, hogy a második számú kiemelt ezen a verseny hétvégén. Michael Smith a negyedik, José de Souza pedig a 12. Úgyhogy holnap ők szépen mind itt lesznek velünk délután. Hát engem. Kilencven-78 marad Tibor Trikolnak. Ezt nézem közben, hogy a tavalyi legjobb 8 közül 2 nincsenek most itt. Brandon Dolan és Adam Gamlas. Adam Gamlasnak nagyon sokat segített a magyar közönség. Nagyon tudta kezelni. Megvan, 2-1. Franciák nagy örömére. Igen. Vagy jöttek Franciaországból, vagy pedig itt a Budapesti Francia Intézetből sétáltak át. A zászló. Bizony. Hogy elnézem, jelenthet valamit az a kék-fehér csíka. Igen, én is ezen gondolkozom, és nem akarok itt butának tenni, de szerintem valamelyik francia gyarmatnak a zászlója az. Elnézést kérek azon zászló szakértéktől, akik ezt kapásból tudták, és én nem. Jön a tripla, meg még egy tripla, 140, 81 így a maradék Sedlaceknek. Rikol is jöhet kiszállóra, de ahhoz egy tripla mindenféleképpen kellene, az most megérkezik, így 141-en ő is ott van. És a bulla be is fejezi Sedlacek. Gyorsan megnéztem, hogy hol lakik Trikol, de annyira közepén Franciaországnak, hogy még csak tájegységet sem tudok mondani. Helyes megoldásokat majd várjuk. Kovács Tamara, ifjúsági Európa-bajnokunk és páros ifjúsági Európa-bajnokunk nézőtéren. One run 37.
140. Nagyon beindultak az urak most ebben a legben. Ó, nem jut a tripla 19 a 89-re. 80-nál. És a tripla 20 sem. És a tripla 17 sem. 58 maradt, úgyhogy 101-re oda lehet csapni egyet. Jött a tripla 20, nagyon szép. És tripla 1 jött az egyes helyett. Dupla 19 a maradék. Ami viszont nem sikerül. Karol 18 és a dupla 20. Na még egyet a dupla 20-ra. Nincsen. Nem oldja meg. Itt sincsen meg a dupla. Még mindig van lehetőség a dupla 20-ra. Karel Sedlaczeknél. Most viszont él is vele. 4-1. Tibor Trikol viszont ütheti a fejét, mert nem sikerült neki. Ismét szép kezdés. 140. ötvenöt csak a válasz. Úgyhogy Sedlaczek haladhat, rohanhat tovább. De nincsen tripla, 59 csak a folytatás. Az átlagokat láthatjuk. Sedlaczek előnye érthető ezek alapján azért 87-80-nal szemben. Ami még nyilván fontos statisztikai mutató, az a kiszállózás, ami Trikol esetében csúnyán néz ki, mert 7 nyílból egyetlen egyet sikerült találni. 15%. Bizony, kerekítsünk, igen. 14-3. Trikol egyelőre ebben nem nő fel Sedlaczekhez, akinek 36%-os, tehát ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül megvan neki. Igen, az egy megfelelő. Nagyon jól jönnek most a triplák. 133, maradt a 158. Előbb. Viszont majd Sedlaczek mit tud kezdeni? 122. 3. A 62-es kiszálló az egészen jónak tűnik. Megoldhatónak. És akkor már szinte behozhatatlan előnyben lehetne Sedlaczek. Már nagyon pedig jó. Ez megvan, dupla 16. Na még egyet. Benne és van! 5-1. Hát innen azért ez hatalmas feltámadás lenne Trikoltól, hogyha sikerülne megnyerni a mérkőzést. Továbbra is azt kell mondjam, hogy aki ma nagy hátrányban van, annak Madarász Razma lehet a példája. Igen. De hát ő nem 5-1-ről, hanem 5-3-ról állt föl. 2-ről. 2-ről, bocsánat, igen, 5-2-ről. 100. Ezt kell játszani. Összekeverte az író. Nem annyi az állás, mint amit ott mutatnak. Sedlaczeknek volt 201-re kezdett Trikol, és dobott egy 85-öt, így maradt a 116. Igen, Sedlaczeké rendben van, neki 301-je van. Igen, elvileg. Talán most javítják. Nem, még mindig fordítva írja. 140, 161 maradt Sedlaczeknek, 116-ra dob Trikol. Nagyon jó, sima, és a dupla 20. Ott van benne! Igen. Ugye, ami ott a feliratban volt, az sajnos kicsit elcsúszott, gyorsan le is veszik, és akkor kezdhetik előre. Nem tudták addig utolérni magukat, ameddig véget nem ért a leg. Betették azt, ami fönt van a felső kijelzőn.
Ilyet azért jó tempóban dobálnak a játékosok, úgyhogy ha bejön egy hiba, azt azért elég nehéz korrigálni utána. Egyszer nézzél félre és készen, két kör kimarad. 60 pont. Na most már jó a kijelző. 140. Nagyon halad a győzelem felé Karel Sedlacek. Benne van az első tripla. Második fölötte. Nagyon szép, 40 pont marad. És erre bőven van lehetősége. Minimum 6 mestire van. Első fölötte. Második is fölötte. És dupla egy a harmadik. Na hát akkor majd megpróbálhatja a dupla 19-et is. Trikol pedig kap egy lehetőséget, hogy a 182-ről zárkózzon. Egy tripla jön. Ki nem ég egy azért. Jött bizony. Jön. Nagyon szépen beállt 42-re ezzel. Na még egyet. Az sincs benne. Túlságosan bízott a dupla 19, azért ma volt már olyan megoldás, aki itt inkább ráment a kerekítőre. Így van, közben nézik Trikolt, nem dobja sikerül. Meg. Továbbra is problémák vannak a kiszállóval, a duplázással. Még mindig marad a dupla 19. Most elvált. Igen, most. Hatosra, úgy dupla van, dupla 16. Az viszont belül. Csak így eldobott egy csomó meccsnyilat. És meg is bosszulta magát ez a... hogy nem egyből elváltott hatosra. Ha jól számolok, akkor összesen 8 meccsnyilat rontott el eddig Sedlacek. Igen. Száz pont. Hatvan pont. Na legalább lent jön a tripla. Csak megtorpant itt a kihagyott meccsnyilak után. Igen, benne maradt a fejbe rendesen. Az a szerencséje, hogy azért Trikol sem játszik egy őrületes játékot. Hát nem bizony. Mindkettőjük ellen komolyabb esélye lett volna Sárai Levinek. Jelenleg 81,8-as átlagon van Trikol, és 82,6-on Sedlacek. 180! Na mondjuk ez biztos, hogy segít rajta. Ez volt az első 180-as a mérkőzésem. 98-ra Sedlacek. Jó, na most mit csinál? Rámegy rá megint a dupla 19-re. És most nem, sincsen nem tudja megoldani. Összesen ez a hatodik nyila volt, amit a dupla 19-re rontott el. Többiről ne is beszéljünk. Összesen 10 elhibázott meccsnyila van Sedlaceknek. És ismét bosszulta magát, hogy nem váltott el, hogy hatossa a dupla 16-ra. Az még, hogy ott egy 15 nyilas leget behúzott Trikol, az még rendben van, de az utána 19 és 21 nyillal nyerjen. Ez Sedlacek kritikája. És jönnek a triplák nagyon. 140 megint. Onnan sikerült lerontani egyébként
a kiszállózását Sedlaceknek, hogy most már ott tartunk, hogy 23 eldobott nyílból 5 volt, ami jó, de hát abból 10 meccs nyíl volt. Hát igen. Száz pont. Nem muszáj megoldani a 161-et. Tripla 19, 62 maradt. ...140-76 maradt trikónak. Egy meccsnyi lesz ebben a körben. Oh! És ez meg dupla 8-ba megy. 7-be. De dupla 7-be, bocsánat, igen. Hát... ez a szerencséje Sedlaceknek, hogy trikó megint megtorpan. Kerekítés kiszállózásnál. De most a dupla 9-nél mi lesz? Rámegy a dupla 9-re is kapásból. Az viszont sokkal jobban sikerült. Hát nem tudott ebben az esetben trikó más csinálni, mint hogy ebben a kényelmes pózban megnézte, hogy... Mint a úgy vártam. Vártam, most is elrontja. 13. meccsnyila volt jó Karel Sedlacek. Többet már nem tudott elhibázni. És ez elegendő neki ahhoz, hogy ott legyen a következő körben. Trikó pedig, hát egy darabig próbált érni azzal a lehetőséggel, amit kínált neki Sedlacek, de aztán végül csak cseh játékos megy tovább. Na de most a következő mérkőzés ismét magyar játékost hoz a felszínre. Borbé Andris, ifjú kiváló játékosunk. Jeffrey Detzván ellen, jó kis meccsnek ígérkezik, tartsanak velük.